Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, aki nézi vagy csak hallgatja ezt az interjút, amely Hansi Patrick McCarthy Koryu Uchinadi című interjú sorozatának az ötödik részeként készült el. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, engem Kovács Bálintnak hívnak, második tanos Koryu Uchinadi tanuló vagyok, és jelenleg, bár most csak online, de partneredzőként segítem a magyarországi vezető instruktor Kern András edzői munkáját, és szerintem az ő nevében is mondhatom, hogy hatalmas megtiszteltetés számunkra az, hogy ebben a sorozatban is elkészíthettünk egy részt, úgyhogy utólag is, és még egyszer szeretnék megköszönni Patrick McCarthy-nak, és a Koryukán család minden egyes tagjának az egész világon szeretnénk jó egészséget, sok erőt és kitartást kívánni így a 2020-as évnek a végére, és szeretném átadni akkor a szót Kern Andrásnak. Kérlek, röviden mutatkozz be a tisztelt publikumnak, és mesélj egy kicsit arról, hogy milyen küzdősportokkal, harcművészetekkel találkoztál, és végül hogy jutottál el a Koryu Uchinadihoz. Köszönöm szépen a szót. Kern Andrásnak hívnak. Alapvetően a hétköznapok során iskolai szociális munkásként dolgozom, és emellett pedig a Koryu Uchinadit gyakorlom. A korábbiak során elsősorban vagy legfőképp Shotokan karatéval foglalkoztam, de emellett elég sok mindent kipróbáltam, más időrúgó rendszereket, illetve judót, ninjutsut, stb. De a fő irányvonal a karate volt. Majd 2011-ben online felületen ismertem meg az IRKRS-t, és tudtam meg, hogy ennek a vezetője Patrick McCarthy, aki a Koryu Uchinadinak a megalapítója, és ebben az évben vettem föl vele a kapcsolatot. És mi volt az első konkrét találkozás, tehát már nem online felületen történt, hogyan sikerült elkezdeni ténylegesen gyakorolni ezt a rendszert? 2012. júniusában találkoztunk vele barátommal, Birkmai Roberttal Lengyelországban, Svidvinben, és az egy felejthetetlen élmény volt, mert addig gyakoroltam a karatét, és mondták, hogy csak csináljad, mert majd akkor megtudod a titkot, meg stb. Nem értettem, hogy miért katázunk, és akkor, amikor Svidvinbe jártunk, akkor bementünk, már folyt egy jegyzés, ez nem a hivatalos szeminárium volt még, és elkezdtünk gyakorolni, és pár perc alatt, és mintha fölkapcsolták volna a villanyt, egyszerűen nem akartam elhinni. Hú, ez olyan, mint a Naihanchi, ez olyan, mint a Basai, ez olyan, mint a Kankudai. Wow, mi ez? És egyszerűen sokkot kaptam, és attól persze kezdve tudtam, hogy én ezzel akarok foglalkozni. És ettől a ponttól kezdve, hogy jutottatok el addig, hogy megalapult a Koryukán Hungary Kulturális és Harcművészeti Egyesület? A Koryukán Hungary nevet azt a Hansi adta a szervezetünknek. Ugye ez a nemzetközi vérkeringésben van így, Koryukán Hungary, viszont ahhoz, hogy itt Magyarországon legálisan tudjuk gyakorolni, ez jogilag létre kellett hozni ezt a Koryukán Hungary Harcművészeti és Kulturális Egyesületet. Tehát igazából névadó a Hansi, és mi ezt hivatalosan akartuk képviselni, egyrészt nyilván az ő részéről, másrészt a magyar jogszabályoknak megfelelően Magyarországon. És miután ő a tanítványával fogadott engemet, és aztán a közös munka során körvonalazódott az, hogy ezt Magyarországon is képviselni kellene, és az ő sugalmazására belevágtam ebbe, ami óriási megtiszteltetés számomra, és nagyon bízok benne, hogy ezt a szerepet is sokáig betölthetem, mint Magyarországon. De legyen úgy, ebben többen is reménykedünk. És hadd kérdezzem meg, hogy jelenleg milyen fokozattal büszkélkedhetsz, rendelkezel Koryu Uchinadin belül, jelenleg hol tudnál elhelyezni magad a tanulás létráján?
sokkal fontosabban tartom azt, hogy, hogy ezt én gyakorolhatom. Akkor, amikor elkezdtem karatézni, akkor nagyon fontosan tartottam ezeket a fokozatokat, stb. Ma már ez nem annyira meghatározó számomra, viszont valóban büszkeséggel tölt el az, hogy negyedik danos Koryu Uchinadi gyakorló vagyok, illetve a hansidóval megkaptam a sidói instruktor címet. Azért ez egy nagyon jó érzés számomra. Sokkal fontosabb az, hogy ezt én minden nap gyakorolhatom, mert minden nap hozzátesz az életemhez. És mielőtt rátérnék akkor erre a vonalra, hogy személyesen mit is adhat a Koryu Uchinadi gyakorlása, így a több éves tapasztalataid alapján, akár a régi edzőpartnerek kapcsán, akár a jelenlegi edzőpartnerek kapcsán, mit gondolsz, hogy mik azok a fő értékek vagy célok, amiket az emberek szeretnének elérni a Koryu Uchinadival? Tehát miért kezdik el gyakorolni a Koryu Uchinadit? Ez egy nagyon jó kérdés. A saját nevemben tudok beszélni, és talán azt megfogalmazhatom, hogy miért lenne szerencsés, hogyha több ember is gyakorolna a Koryu Uchinadit. Nekem az a legfőbb motivációm, hogy egyszerre ad egy fizikai tréninget és egy mentális tréninget, és ami a legfontosabb, hogy ez a kettő összekapcsolódik. A fizikai tréning az nagyon jó arra, hogy a tested egészségesen tartsuk, de ez az alapja annak, hogy a lélek is jól érezze magát. A másik pedig, hogy lehetőséget ad arra, hogy folyamatosan fejlesztjük magunkat, hogy jobb emberré váljunk. Tehát a gyakorlás, a fizikai gyakorlás során keletkeznek bizonyos érzéseink, gondolataink, amelyeken, hogyha az edzés után egy kicsit gondolkodunk, akkor rájöhetünk, kicsit jobban megfejthetjük a saját működésünket, és ez hozzásegít ahhoz, hogy változtassunk a negatív dolgainkon, a rossz dolgainkon. Egy konkrét példa, sokszor előfordul az, hogy van olyan partnerem, nem szeretek vele gyakorolni. És rájöttem arra, hogy amit ő benne nem szeretek, azt magamban nem szeretem. És ez nagyon fontos dolog, mert pontosan ez segít hozzá ahhoz, hogy én változtassak és jobb emberré váljak. A fizikai edzés egy teljesen más megvilágításba helyezte nekem a karatét a Koryu Uchinadin keresztül. Tehát addig az ember gyakorolta azt a sablonos rendszert, ami egyébként megítélésem szerint alapnak nagyon jó. De a Koryu Uchinadi kilépett ebből a keretből, és megvilágította azt, hogy a kata az mitől az eszenciája a karaténak, hogy valóban önvédelmi elemeket tartalmaz, valóban olyan elemeket, amelyek a küzdelem során felhasználhatók, és nem kitaláció. A másik pedig, hogy addig én nem szerettem a katát gyakorolni. Amikor a Koryu Uchinadit megismertem, onnantól kezdve kezdtem el fokozatosan ezt megszeretni, és akkor megértettem azt, hogy ez egy mozgó meditáció, akkor a legizgalmasabb gyakorlási formává vált számomra. Azért jó a Koryu Uchinadi szerintem, mert eleve arra treníroz a fizikai szinten, ami egy küzdelem során előfordul. Megérted, hogy mit miért csinálsz, és ez nagyon fontos dolog. És emellé ad egy olyan filozófiai és erkölcsi tanítást, amitől egészé válik a kép. Ugye pont Patrick McCarthy írja a Hugisiben, a bevezető résznél, hogy a puszta fizikai tréning erkölcsi és filozófiai tanítás nélkül nem vezet sehova. És nagyon egyet értek vele, mert így egy egész életre szóló eszközt kapok a kezembe, amitől jobb minőségű lehet az életem. Nagyon remélem, hogy nem én vagyok az az edzőpartner, akivel nem szeretsz edzeni. Maradva a kicsit a fizikai edzésnél, azt hadd kérdezzem meg, hogy mik az alapgyakorlatok. Tehát, hogyha valaki elkezdi ezt gyakorolni, ezt hogy kell elképzelni? Mert nagyon sokat hallani manapság azt, hogy önvédelem-orientált karate, hagyományos karate, okinavai karate. Tehát
térben és időben hogy lehetne elhelyezni a mi rendszerünket, honnan ered, pontosan mit is gyakorlunk, és mik azok az alapgyakorlatok, amik megalapozzák azt, hogy önvédelemre készüljünk fizikálisan. Amit én gyakorlok és tanítok a társaimnak, azt én Patrick McCarthy-tól tanulom. Ő az egész életét arra tette fel, hogy ezt kutatja Kínában, Okinaván, Japánban, Dél-Kelet-Ázsiában, stb. És az, amit ő tanít, azt gyakorlom én is, és azt adom tovább. Egy nagyon-nagyon-nagyon logikusan felépített rendszer, a Koryu Uchinadi mokurokuja, tehát a tanmenete vagy tanterve, ami egyrészt tartalmaz alap gyakorlatokat, páros gyakorlatokat, amit nevezhetünk flow-knak, vagy igen, tehát páros gyakorlatoknak, ami eleve megtanítja az alaptechnikákat, hogy azokat hogyan használod, eleve azok az állások, pozíciók vannak, amik a küzdelem során előfordulnak, és nagyon-nagyon érdekes az, hogy ezeknek az alap páros gyakorlatoknak megvan a szóló része, és a kettő együtt adja az egészet, és ez nagyon izgalmassá teszi, mert hogyha nincs partner, vagy éppen mondjuk egyedül vagyok, akkor is tudok gyakorolni. Ez egy nagyon jó dolog. Ezek az alapok. És aztán nagyon fontos az, hogy úgy mindig párban dolgozni, hogy abban minden van. Ütés, rugás, fogás, klincselés, levitel, földharc, stb. És amikor ezek az alapok megvannak, és ezt nagy biztonsággal tudja gyakorolni az egyén, akkor kiléphet ezekből a keretekből. És elkezd haladni a riai tegumi irányába, ami egy nagyon-nagyon érdekes gyakorlás. Ugye a holisztikus szemléletmód, ami Németországból bontakozott itt ki Európába, taglalja azt, hogy a részek összessége, hogy az egész az több, mint a részek összessége, és valahogy így van a Koryu Uchinadiban is, vagy a karatéban, hogy gyakorolod az ütés, rugás, gyakorolod a klincselést, gyakorolod a levitelt, gyakorolod a földharcot, de az összefüggéseket kell megérteni, és ez egy nagyon fontos dolog, mert akkor, amikor ezeket nagy biztonsággal és beállított módon tudod csinálni, akkor van sajnosod arra, hogy áttérjél a riai kumitére, aminek a segítségével megérted az összefüggéseket. De ez azért is nagyon fontos, mert ez egy analógia arra, hogy átegyed a hétköznapokra az életedbe. Tehát hogy ott is megtaláljad azt, hogy mik az összefüggések, és ez mit üzen számodra, ezáltal jobban tudjad megoldani a problémáidat, helyesebben tudjál viselkedni a társas közegbe, és ez egy nagyon összetett gyakorlás, ami sokkal többet ad annál, mint csak egy puszta fizikai edzés. Viszont megérted a katát által. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy kirajzolódnak azok a mozgáselemek, amiket a katába tanulsz. És meg fogod látni azt, hogy ez egy valós rendszer volt valamikor, és Patrick McCarthy életet lehet ebbe az egészben. És a riai kumite mellett más nagyon fontos fogalom, vagy teória a Koryu Uchinadin belül, ugye a HAPV-teória. Erről egy kicsit mesélj nekünk. A Patrick McCarthy sokat tanulmányozta azokat a szituációkat, amelyek a valós konfliktusokban előfordulnak. 36 ilyen alapszituációt azonosított be, és ezekben a szituációkban nagyon szépen beleillenek a kata elemek. Tehát
Nagyon fontos megérteni, hogy ez ez eltér attól a felfogástól, ami a küzdősport. Teljesen más gondolkodás, teljesen más készülés, teljesen más szituációk. Mert hogy nem csak rúgás vagy ütés van, nem csak fogás van, hanem bármi előfordulhat. Megfoghatják a hajadat, belenyugodtak a szemedbe, megfoghatják a torkodat, és ha neked meg kell védeni magadat, akkor ezekre a szituációkra is készülni kell. De nem ez a legfontosabb. A Gicsin Funakoshi mondta azt, hogy a karate tisztelettel kezdődik és tisztelettel végződik. Nagyon fontos gondolat, mert ha már tudsz helyesen viselkedni, vagy adekváltan az adott szubkultúrában, akkor nagyon sok konfliktust elkerülhetsz. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy az önvédelem nem feltétlenül az, hogy fizikai tréningen veszek részt, mert az önmagában nem biztos, hogy elégséges. Tehát kell hozzá egyfajta gondolkodás, hogy tudjak a helyzethez, az adott kultúrához, szituációhoz megfelelő módon viszonyulni. Mert hogyha engem egy szórakozó helyen felszólítanak, hogy figyelj, húzz el innen, mert széthúgom a seggedet, hát akkor megmondták, hogy mit csináljak. Hát nem kell neki állni hősködni, hanem akkor elmegyek, mert tudom azt, hogy a következő lépés az lesz, hogy bántalmazni fognak. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. És a Koryu Uchinadinak az edzés módszere az pontosan arra készít föl, hogy ezekben a szituációkat adekvát módon tudja reagálni. Először a gyakorlás az lassan kezdődik el, pontosan azért, hogy a tanulók megértsék, hogy mit csinálnak és hogy miért csinálják. És fokozatosan adják hozzá az erőt, a gyorsaságot, hogy ezeket a szituációkat egyre életszerűbben tudják gyakorolni. És aztán megint visszatérhetünk a riai komitéhez, mert ott nem csak egy-egy elemet gyakorolsz oda-vissza, hanem reagálsz folyamatosan a másiknak az akcióira, és a te reakcióidra vagy akcióidra is reagál a másik, és egy folyamatosságot ad, egy folyamatos gyakorlást, ami olyan helyzetekre készíthet fel, amikor lehet, hogy meg kell védened magad. De ami a fontosabb, hogy megérted a katát. Ez nagyon fontos dolog. Visszatérve a Gicsin Funakoshi idézetre, amit említettél, hogy a karate tisztelettel kezdődik és tisztelettel végződik, ugye nagyon sok ilyen hangzatos alaptétel létezik a karatés társadalmon belül. Személyes véleményem szerint ezek nagyon sűrű és nagyon értékes időkapszuláknak is tekinthetjük őket, viszont saját tapasztalataim szerint, hogyha egy átlag ember, aki nem gyakorol semmilyen formában karatét például, vagy bármilyen más harcművészetet, az javarészt már csak legyint ezekre, tehát mint egy nagyon sokat hallott, lerágott csontokként tekint ezekre. Hogy végezetül azoknak, akiknek úgymond már kicsit sok az, hogy egy újabb fehér karateruhás embert látnak, aki megint csak azt mondja, mint sokan előtte, hogy a karate tisztelettel kezdődik és tisztelettel végződik, hogy az én rendszerem az önvédelemre is megtaníthat esetleg. Aki így áll hozzá, és akinek egy kicsit sok már az információ különböző helyekről karatéval kapcsolatban, annak röviden tömören mit mondanál a Koryu Uchinadiról? Szerintem a Koryu Uchinadi az egy nagy kincsesek. Tele egy csomó kincse. A Koryu Uchinadi mindenkinek rejteget valami lehetőséget. Az egyénen múlik az, hogy vesz ki ebből a kincses zsákból vagy sem, illetve hogy megragadja ezt a lehetőséget vagy sem. Patrick McCarthy nagyon sok ilyen eszenciát vagy sűrítményt tanított meg nekem. Nekem a kedvencem a Ryushui Shakifu Kishubasu. A folyóvízzel semmi sem tud versenyezni. És nagyon sokat gondolkodok ezen, és nagyon sokat elemzem ezt a mondatot, de az összes többit lehetne mondani, az onkocsi, sin, bumbúgyódó, de ez nem egy mennyiségi kérdés, hanem ez egy minőségi kérdés. Ez, a folyóvízzel semmi nem tud versenyezni. És megértettem azt, hogy nem kell kapkodni, nem kell sietni sehol se. A
Koryu Uchinadit minden nap gyakorolni kell, rajta lenni az úton, ez a legfontosabb, és ha ezt tudom realizálni, akkor minél több dolgot ki tudok venni abból a kincsességből, és egyre több lehetőséget tudok megragadni. Köszönöm szépen, ez szerintem egy nagyon szép lezáró gondolata volt ennek az interjúnak. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, remélem, hogy tudtunk újat mondani, és mindenkinek is a